Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, ez itt a HIT Rádió, és benne a középpont a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Sokuti Bálintot, biztonságpolitikai szakértőt, hat történészt. Jó napot Köszönöm, szépen a hallgatókat! Azt a címet kapta ez a mai beszélgetésünk, és ez az óra, hogy a második világháború előzményeiből levonható következtetések a modern korban. Kicsit hosszú címnek tűnik ez, de ígérjük a kedves hallgatóknak, hogy nem leszünk túl bonyolultak, hanem arról szeretnénk csak beszélni, hogy a második világháborúnak a kitöréséhez vezető folyamatok, azok a kisebb konfliktusok, amik megelőzték a második világháborút, azok milyen következtetéseket engednek levonni nekünk akár a mai napjainkig, itt a modern korban. Ugye ez azért fontos kérdés, mert itt az orosz-ukrán háború kapcsán sajnos, hát az elejétől kezdve kérdés az, és a levegőben lógó kérdés, hogy lehet-e ebből egy nagyobb konfliktus, kiszélesedhet-e, lehet-e ebből úgymond világháború, amit mindenki szeretne, úgy tűnik elkerülni, viszont hát már vannak a múltban világháborúk, amikből esetleg tanulhatnának a katonai és politikai vezetők. Hogy látja, tanulnak? Szeretnék optimista lenni, de nem vagyok az a második világháború, ugyanúgy mint az első egyébként, egy számos elemből álló folyamatnak a vége és a kicsúcsosodása volt, és már most vannak olyan jelek, amik arra mutatnak, hogy en egy, egy globális konfliktusnak a közepén vagyunk gyakorlatilag. Én nagyon bízom abban, hogy a, a józanság felülkerekedik a világ vezetőin, és nem viszik bele a világot egy olyan háborúba, amit nem lehet megnyerni, mert egy nukleáris fegyverekkel volt háború az megnyerhetetlen. Így van, tehát a mai kornak az az úgymond, újdonsága, hogy még a második világháború lezárását jelentették ezek a nukleáris fegyverek, tehát az volt a, a japára ledobott atombomba, volt úgymond így lelkileg is, vagy lélektanilag is a vége annak a háborúnak. Most már eznek a technológiának a birtokában kezdődne el esetleg egy ilyen világkonfliktus, ami aztán beláthatatlan pontosan bárhatatlan következményekkel járni, és nagyon bízom abban, hogy azok a tanulságok, amik a, a, a második világháború globális konfliktussá való kiteljesedését okozták, azoknak a, a tanulságai nem vesztek el. Tehát nagyon sokat beszélnek arról, hogy mikor kezdődött a második világháború, ez csak nézőpont kérdése. Egy kínai állampolgár számára például 1937-ben, sőt már korábban elkezdődött, hiszen a japán megszállása a kínai területen gyakorlatilag ennek a folyamatnak a szerves része volt. Ugye Európában a hagyományosan a 39. szeptember megadni, de fölvetődik a kérdés, mondjuk, hogy mi van, hogyha a spanyol polgárháborút egy előjátéknak tekintjük, vagy egy bevezetőnek, vagy akár az összes olyan kisebb hatást, vagy a résztvevő államokat, hiszen az egyik oldalon Németország és Olaszország, tehát a, a politikai spektrumok a szélső oldal is bekapcsolódott, a másik oldalon a Szovjetunió, a politikai spektrum baloldala, tehát lehet a, a spanyol polgárháborút felfogni ideológiai összecsapásnak, a másik világháború előjátékának, vagy csak egy simályi háborúnak ez igazából felfogás kérdése. Na szeretnék kitérni mind a kínai-japán konfliktusra, mind majd a spanyol polgárháborúból levonható tanulságokra, ha lehet ezt így fogalmazni, de még előtte egy általánosságban, ugye úgy tanítják a történelem órákon is, hogy a második világháború kirobbanásának végül is ez egyik fő oka Hitlernek a diktátorrá avanzsálása, és az, hogy ő olyan területi igényekkel lépett fel folyamatosan, amit aztán már nem lehetett egy idő után tolerálni. Mennyire az ő egyszemélyes felelőssége a második világháborúnak a kirobbanása, vagy azért ott több minden is szerepet játszott? Mit gondol? Ez azért fogós kérdés, mert Hitler felelősségét általában a német vezetés felelőssége megkerülhetetlen. Tehát nem véletlenül néz magában, milyen a mai napig Németország ebben a konfliktusban. Azt azonban, amit semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni, egyetlen egy konfliktus a világtörténelem során sem úgy kezdődött, hogy valaki hadat üzent. Tehát mindig voltak előzményei. Ha jól emlékszem, Riz Smigli lengyel tábornok volt, aki azt mondta a, a gyakorlatilag a 30-es években, hogy ez nem egy békeszerződés volt, hanem egy fegyverszünet 25 évre az első világháborút lezáró békeszerződésekről. Tehát olyan igényeket keletkeztetett, olyan körülményeket hozott létre, amiből egyértelmű volt, hogy ez nem maradhat így. Tehát a, a, a gyakorlatilag az első meg a második világháborút nagyon sokan egy nagy háborúnak tekintik 25 év fegyverszünettel, tehát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Hitler felelőssége megkerülhetetlen, azonban nem csak ő járult hozzá ahhoz, hogy a második világháború kirobbant, számos olyan adalék is volt hozzá, több területnek a rendezetlensége, például kevesen tudják, hogy a, a német jóvátételt 1986-ig fizették volna, de nem az első világháború, nem a második, hanem az első világháború után. Tehát olyan feltételeket támasztottak a vesztes államokkal szemben, is. Trianon ilyen szempontból egy órási veszteség, de csak egy a hosszú ilyen sérelmek és megoldatlan problémák sorában, amik gyakorlatilag garantálták, hogy ez a háború ki fog robbanni. És ugye a második világháborút megerőzték úgymond ilyen forradalmak, polgárháborúk, belső pucsok, illetve ideológiai váltások is Európán belül. Igen, hát például Franciaország története nagyon érdekes ezen a területen. Nagyon keveset beszélnek róla, hogy volt egy elég erős baloldali, akkor szocialisták nevezett kormányzat, amely például a repülőgépivart próbálta racionalizálni, és megpróbálta az összes vállalatot életbe tartani különböző megrendelésekkel, aminek az lett az eredménye az első világháborúban még vezető, technológiai vezető Franciaország a 30-as évek közepére gyakorlatilag visszacsúszott egy másodvonal egy technológiai szintre ezen a területen, mert egész egyszerűen az, az egészséges verseny, ami, ami máshol megjelent, az ott például nem jelentett meg. Tehát ö, az egész 30-as éveket a baloldal és a jobb oldal, inkább ugyanami az extrém baloldal és az extrém jobb oldal küzdelme határozta meg, és ennek egy, egy felvonása voltak azok a ö, küzdelmek, amik arra irányultak, különösen a nagyhatalmak a, Anglés, a nagy és nagy ország és Franciaország részéről, hogy megakadályozzák egy szovjet típusú berendezkedés létrejöttét. Tehát ezért volt az, hogy ugye nem függetlenséget hirdettek a nagyhatalmak a spanyol polgárháborúba is, de azért elég komolyan beavatkoztak a köztársaságiek ellen ilyen-olyan lépések. Kell. És ha már a technológia azt így általánosságban el lehet mondani, hogy a háborúkat vagy ezeket a nagyon nagyobb kiszélesedett konfliktusokat megelőzi a fegyverkezés, most azért, azért kérdezem ugye Németország esetében is a második világháború előtt egy nagyobb fegyverkezést lehetett látni, és hát ebből lehetett volna már akár gondolni arra, hogy Hitlernek vannak ilyen tervei. Azt azért nem szabad figyelmen kívül hogy a Németországot drasztikusan ö, ö, demitalizálták az első világháború után. Tehát az a százerfős fős hadsereg, amit engedésznek, az pont arra volt elég, hogy egy belső mozgolódást el tudjon nyomni. Hadi hajókat, repülőgépeket nem tarthatott, ö, harckocsikat sem. Tehát egy olyan megalázó, kiszolgáltatott helyzetbe kényszerítették, aminek azért megmondjuk megvan a, a logikai előzménye, ugyan, de teljesen igazságtalan volt egy gazdasági nagyhatalommal szemben. Ennek a revidálására törekedett Hitler eleinte és a szándékait, a valós szándékait itt ezzel nagyon lehet tudta lepezni, hogy azt mondta, hogy ő csak igazából annyit akar, ami Németországnak a méretéhez megfelelően jár. Tehát nem véletlen például, hogy a 30-as évekbe zajló, 20-as években zajló flotta megállapodáskon Németországot következetesen kihajták, mint vesztes államot. 35-ben meg tudta kötni a Nagy-Britanniával azt az angol-német flotta egyezményt, ami engedélyezte a német flottának az angol űrtart flotta, űrtart 35%-ra a 35 növelését. Tehát azért volt egy valós igény ezeken a területeken, amiket a többi állam is akceptált, de a fegyverkezés önmagában általában a biztonsági dilemának a része. Tehát meddig tart az, amíg a fegyverek az én biztonságomat garantálják, és med mit, honnan van az a pont, amitől kezdett a szomszédokat fenyegetik. Én úgy gondolom, hogy van egy reális szint, amit minden államnak a saját biztonsága érdekében el kell érnie, de hogy mi ez a reális szint, ezt mindig a körülmények és a szomszédállamok határozzák meg. Amit most látunk, ez az újfajta fegyverkezés, amit az orosz offenzíva miatt elindult Európán belül is, ez a reális szinthez még, még, konvergált, tehát közel van hozzá. Én úgy gondolom, igen. A, a NATO elvárás a GDP 2%-ának a védelmi kiadásokra való fordítása, ez semmiképpen nem ilyen túlzott fegyverkezést. Hogyha mondjuk valaki 4-5-10%-at költ a GDP-be fegyverkezésre, az már mindenképpen túlzás. De azt tudomásuk kell hogy a hidegháború lezártát követő eufóriában az európai államok jellemző Németország egyébként és, és Közép-Európa bizonyos állami elsőben Magyarország egyébként, mint elfelejtették volna, hogy létezik egy katonai fenyegetettség is, és olyan szintű fegyverzet csökkentésbe kezdtek, és a, honvédem honvédelm feladatnak olyan szintű elhanyagolásába, hogy ez a meghirdetett szintek is még csak a normál azó visszatérést jelentik. Nagyon hosszabb távon gondot fog jelenteni az, hogy hol van az a pont, ahol azt mondjuk, hogy, hogy itt kéne megállni. Tehát nyilván az orosz agresszió elindította azt a félelmet, és beindította azokat a reflexeket, amiket elnyomtunk az elmúlt 30 évben. Ö, viszont azt tudni kell, hogy ha túlzott szinten halmozunk föl a fegyvereket, azokat előbb-utóbb használni is akarják az emberek, illetve a vezetők. Késztetés is lesz rá, ö, ö, szándék is lehet rá. Tehát úgy gondolom, hogy van egy reális szint, amik tényleg körülbelül a GDP 2%-ánál egy, 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 reális, de hogy aztán a, a, hogy megakadályozni, és hogy menjen tovább, ez egy nagyon komoly kihívás. Amit a németek most csinálnak, vagy bejelentettek, az ezen belül van? Szerintem igen, a német haderő rendkívül rossz állapotban bizonyos szempontban összevethető a 2010-i magyar honvédséggel, tehát az ország méretéhez és gazdasági képest nevetséges állapotok uralkodtak akkor is és sajnos most is. Ö, általában van egy ilyen mutatója a haditechnikai eszközöknek, ami hadrafoghatósági mutatót jelenti. Ez azt jelenti, hogy száz eszközből mennyit lehet azonnal bevetni. És ez a mutató a tengerátjáróktól kezdve a repülőgépeken át a harckocsikig gyakorlatilag 30-20-30 körül volt, ami egy alacsony szám, tehát mint 10 kettő volt bevethető, vagy, vagy, vagy 30 repülőgépből öt. Tehát ezek olyan számok, amik egyszerűen elfogadhatatlanok. Most ennek a revidálása van folyamatban. Kérdés az az, hogy mi a reális szint, van egy úgynevezett ambíció szint, amit meg szoktak határozni a politikai vezetők, a katonai vezetőknek ezt kell, meg, ezt kell elérniük. Na most ez a szám, ez nem azért lett ilyen alacsony, mert valaki úgy döntött, hogy, hogy ezt kell elérni, hanem egész egyszerűen a szűkös költségvetésből ennyire futotta. Akkor egy kicsit visszatérek az 1930-as éveknek, és ahogy ígértük a hallgatóknak, kicsit beszélünk azoknak a konfliktusoknak a tanulságairól. A japán-kínai háborúról beszéljünk egy picit. Ugye ez egy olyan konfliktus, amiről egyébként én direkt utána néztem, a negyedik gimnáziumi történelemkönyvben ennyi van róla írva. Tehát ennyire kevés. Tehát, hogy akit nem érdekel annyira a történelem, vagy nem szereti ezeket, annak lehet, hogy Fogalma sincs, hogy miről van szó. Hogy egy kicsit bontsuk ezt ki, és akkor kérem, hogy röviden ismertesse azt, hogy miért is robbant ki ez a háború. Uh, japán uh, a 19. század közepén uh, történő modernizációja az ugyanazokat a folyamatokat intézte be, mint mindenhol máshol a világon. Ő szeretett volna egy olyan gyarmadirodalmat, vagy legalábbis egy gazdasági érdekszférát képíteni, amiben az olcsó nyersanyagot föl tudja használni a gazdaság fejlesztéséhez. Ugye ez az elejétől kezdve komoly akadályokba ütközött, hiszen a világon addigra már nagyjából kialakultak a gyarmadirodalmak, és ez egy folyamatos japán követelés volt, hogy a, a, a modern japán császárság számára ez a lehetőség ez adott legyen. De nyilván dél ázsiában a nyugati nagyhatalmak akadályozták ezt a fejlődést, másik irányúval pedig elsőbb a Kína volt az akkor rendkívül gyenge, és gyakorlatilag egy decentralizáltan működő Kína volt az, amelyik lehetőséget kínált, hiszen máshol korlátok előtt állt, és ez már az első világháborútól kezdve folyamatosan fölmerült japán igényként, és amikor úgy látta a 30 években a Nemzetek Szövetségének, a, a, bocsánat, a, Nemzetek Ligájának a meggyengülésével, hogy ott terjeszként tud, el is kezdte ezt a terjeszkedést, ezért egyébként folyamatos kritikákat kapott mindenhonnan, és azok a teljesen logikus és reális válaszok, hogy hiszen mások is ezt csinálják, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Hollandia, Franciaország, ezek a, ezek a válaszai, ezek teljesen süket füle fülekre találtak. Egyébként ez volt az a folyamat, aminek a során az első világháborúban még Antant szövetséges japán fogott azon Ródott, a szintén újrafelosztást, egy újraértelmezést követelő Németország és Olaszország irányába, és így gyakorlatilag robbant ki az a konfliktus, amit japán-kínai háborúnak nevezünk gyakorlatilag a 30-as évektől kezdve. Volt ennek egyébként egy ideológiai háttere is? Ugye az akkori kínai vezetés egy nacionalista vezetés volt, ha jól tudom. Igen, hát a kínai császárságot 1911-ben felszámolták, de nagyon-nagyon decentralizált módon működött Kína. A helyi hadurak gyakorlatilag minden hatalmat a kezükbe tartottak, tehát a, a névlegesen fennálló nemzetközi is elismert kormányzatnak nagyon korlátozott befolyása volt, és hiába volt egy jó vezető csankajság, egész egyszer nem álltak a rendelkezésre azok az erőforrások, hogy az uralmát, a, a szándékait így Japán gyakorlatilag egyesével tudta megtámadni, vagy akár szövetségesévé tenni a különböző klikkeket, helyi hadurakat, vagy akár önálló is bábállamokat alakított ki, mint például a És Japán ekkor milyen ideológiai vonalat követett, vagy irányt? Én azt mondom, hogy ebbe az irányba a japán vallása, a, domináns vallása, a sintoizmus, de a buddhizmus egyébként nem egy hódító vagy egy térítő vallás, tehát sokkal inkább klasszikus imperialista felfogás állt mögötte, amiben a, a földhöz, illetve a területekhez való hozzájutást az dominált, hogy mi ezt katonai meg tudjuk tenni. Tehát volt ugyanennek egy, egy kisebb ideológiai tartalma, de pont annyira, mennyire az angolok hittérőtéként léptek föl, például Afrikában vagy Ázsiában. Tehát sokkal inkább az ideológia, az csak egy alátámasztó eleme volt a tényleges gazdasági érdekeknek. Ugye ez a kínai-japán háború egyébként így, hogy utána olvastam, hogy rendkívül brutális háború volt. Tehát nyilván, hogy ha háborúról beszélünk, eleve nem egy kellemes eseményről kell gondolkodni, de ahogy olvastam, 250 ezer kínait mészároltak le ugye az elfoglalt területeken a japán katonák, és kb. 80 ezer nőt erőszakoltak meg. Tehát, hogy egy igen kemény és brutális háború volt ez, és véres. Igen, és különösen a, a, a japánok híresek arról, hogy a saját e, központú felfogásukban a, a, a civileknek és a magukat megadó katonáknak igazából nincs szerepük, vagy nincs jelentőségük. Ebből kifolyólag e, abban a korszakban szokatlan brutalitással léptek föl. Ugye a, 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 a nyugati hatalmaknál fölmerült az a. a az a koncepció már viszonylag hamar, hogy a harcolókat és a nem harcolókat el kell különíteni, de azért mondjuk, ha belegondolok, hogy 1858-ban a szipoly felkelésnél a britek úgy végezték ki a lázadokat, hogy ágyú elé kötözték őket, hogy a hitük szerint ne tudjanak fölkerülni a Mennyországba, ott azért ott is van ilyen brutalitás, és a, a lakossággal való erőszakoskodásnak, tehát a nők megőrösszakolásának és a rablásnak azért mindig is volt egy sajnos egy hagyomány, különösen a gyarmati területeken. Tehát ebből a szempontból, a 20. századi szempontból nagyon brutálisan léptek föl a japánok, de ugyancsak abban a imperialista politikába beleillett, amit mások is folytattak korábban. Igazából például a nankingi mészállásnál volt ez igazán ö, ö, látható, ahol puskatussal, szamurájkarddal és sokszor ö, husángokkal vertek nagyon 300 ezer embert, tehát ez egy igazán brutalitása ennek a hábornak, az ott mutatkozott meg, amit ráadásul európaiak is végignéztek. És utána ment híre ennek az egésznek. Tehát ö, egyrészt sajnos nem lóg ki a gyarmati háborúk sorából, másrészt pedig a modern korban is kilóg. Mennyire volt egyébként, ugye az akkori hírtechnika nem volt még olyan fejlett, mint manapság. Mennyire volt ez akkor köztudott, hogy mi folyik ott, vagy hogy tudtak erre reagálni, vagy hogyan reagáltak erre ugye a nyugati hatalmak, az is egy kérdés, illetve mennyire tudták, hogy egyáltalán mi történik ott? a része leírásokból hiteles embereknek a tolában megjelent, készültek fényképek, a japánok maguk is dokumentálták, hiszen ott előtte volt egy megmozdulás, egy japán ellenes tüntetéssorozat, aminek a leverésére indult ez az egész hadművelet gyakorlatilag. Tehát elméletileg a közülemény értesült róla, de úgy voltak vele, hogy ez a harmadik világ, és igazából ez csak egy ilyen, egy ilyen hírként jelent meg az uborka szezonban általában, hogy, hogy mi zajlik Kínába. Pláne úgy, hogy az a gyakorlatilag egy elég elhúzódó konfliktusról beszélünk, tehát évek óta zajlottak a, a hadműveletek. Igazából talán egy, az Egyesült Államokra gyakorolt hatást, hogy Európában fokozott a feszültség, hogy mindenki befelé figyelt. Az Egyesült Államoknak pedig már a 20-as évektől egyértelműen Japán volt a fő ellenfele. Úgyhogy ott váltott ki igazából híreket, és a kormányzat, illetve a sajtó együttműködő nagyon jól kihasználta a japán ellenes érzelmeknek a szítására, és azok a politikai döntések, amelyek később Japánt a pörháborúi támadásra sarkalták, azok már ezek alapján megszülettek, itt a megfogalmazásra kerültek. Tehát ugye a pörhábor, ugye azt mondjuk egy második világháború kapcsán zajló esemény, de akkor ezek szerint ez a japán-kínai háború egy picit, tehát kiszélesedve bele is olvadt ebbe a második világháborús eseménybe esemény Igen, mindenképpen, tehát amikor fölmerül az, hogy mikor kezdődött a második világháború, akkor mindig megszokták ezen milyen szempontból. Mert egy kínai számára a második világháború a japán megszállása kezdődött, most ez most a 30 30-ra vagy 32-re tesszük, vagy 37-re az úgynevezett Marco Polo hidi incidense, ez már csak nézőpont kérdése. Ezért szoktak mindig kiemelni, hogy a világháborúnak nagyon sajátosság, hogy a világ minden területén zajlik. Tehát kínai vagy japán szempontból a másik világháború 37-től 45-ig tartott, európai szempontból 39-től 45 májusáig, tehát ez egy igazából megközelítés kérdése csak. A világháború tekintetében mennyire volt fontos az a, az a momentum, hogy ugye Hitler szövetséget kötött hasonló, hozzá hasonlóan gondolkodó nagyhatalmakkal, úgymond, tehát Olaszországgal, illetve Japánnal is, ugye, ha jól mondom. Igen. Tehát, hogy alakultak úgymond ilyen katonai szövetségek, ilyen nagyobb mértékű, vagy nagyobb volumenű, tehát nem mint nemzetek vettek külön-külön részt ebben a konfliktusban, mert most is azt lehet látni, hogy, hogy, hogy ugye van a NATO, de az Azért Oroszország is próbál egy szövetségi rendszert kialakítani a maga területén, tehát hogy ez már önmagában hordozhat veszélyt. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában nem. A NATO különösen egy védelmi szövetség. Ugye nyilván a három ami egyezménynek, ami Németországból, Olaszországból és Japánból állt, azért sokkal más típusú céljai voltak. Azt érdemes kiemelni, hogy nem hangolták össze se a németek, se a japánok az erőfeszítéseiket. Tehát például Németországnak és Japánnak is igazából a közös ellenfele a Szovjetunió volt, ugyanis Kínával ott határosak voltak. Azonban 39-ben a Halhingolnál a Zsukov vezette szovjet erők jelentős szárazföldi vereséget mértek a japánokra, akik az utolsó pillanatig nem mertek bekapcsolódni a szovjetunió elleni háborúba. Azért, hogyha 41. decemberébe, ugye a pörhárói támadás egy időben Japán is megindul a Szovjetunió ellen, akkor nem lettek volna azok a szovjet csapatok, amiket Szibériába csoportosítottak át gyakorlatilag, hogy a németeket megverik Moszkva alatt. Tehát, hogyha bármilyen szintű ö, koordináció is lett volna ezek között a hatalmak között, azért sok minden másképp történt van, Hát, nem így történt, de sok minden másképp történhetett volna. Ö, technológiai szinten, Tudás, transfer szintjén azért működtek a, a, a dolgok, de ott is működött az, amit gyakorlatilag a jelenleg is a szövetségek között jellemző, hogy a legújabb technológiát nem szívesen osztják meg. Tehát amikor a németek egy repülőgép-porzó építésébe kezdtek, akkor a japánok átadták a legnagyobb repülőgép tervét, ami egyébként akkor a helyek közel elavult volt, az Alkagiról van szó egyébként, és a legújabb tervezésű. Ö, sokak osztai horzóikat nem mutatták meg a németeknek. Ugyanúgy a németek is csak akkor kezdték átadni a csúcs a tigris tankokat, meg az egyebeket. 42-43-ban akkor egyértelmű, hogy a háború nem a kedvező fordulatot vette a számukra. Ugye beszéltünk arról, hogy mennyire volt ez ideológiai hátterű, illetve Hitlernek a törekvéseiről is. A második világháborúnak a kirobbanása, az, tehát ha mondta, hogy sok helyről lehetne ezt elkezdeni, de akkor mihez kötjük mi, tehát Hitler, mint, mint Európából Hitlernek a, a tevékenységhez kötjük mindenképpen? Egy, gyakorlatilag mindenképpen a, a lengyelországi támadást nevezhetjük a kiinduló pontnak, hiszen az a, az a támadás léptette életbe a különböző védelmi megalapodásokat, amit a nagyhatalmak kötöttek Lengyelországgal, és ennek során gyakorlatilag robbant ki az a világháború, amit, amit, amit most mi is annak tartunk. Érdekes éppen például a szovjetunió ki is maradt belőle a 41. június 22-ig, hiszen az ő érdekei teljesen más szolgáltak. Kicsit visszatérve egyébként Lengyelországban nagyon érdekesek a párhuzamok a, napjainkkal, ugyanis az elszakított kelet-poroszországot, ami ma jelenleg Kaliningrád néven fut, ugyanúgy egy koridor kötötte össze a német területekkel lengyel területen keresztül, ahogy most az úgynevezett Szuvalki koridornál Belorussziát, ugye Mindenki azt mondja, hogy ez egy független állam, ennek egyre kevésbé van jelentősége. Belarusiát köti össze Kaliningráddal, és ugyanúgy a, a lengyelek adott pillanatban a pillanatnyi érdekeknek és a diplomáciai erőviszonyoknak függvényében akadályozták a német árukszállítását, és nem csak a anyagról beszélünk, hanem bármi másról Németország és Königsberg között, ahogy most a litvánok teszik ugyanezt. Tehát akkor most igazából Litvánia ezzel ilyen történelmi húrokat is megpendített ezzel a lépésével? Igen, nagyon veszélyes területre vezett ezzel. Meg, meg lehet érteni az indokaikat, ö, ö, emberként, magánemberként maximálisan egyetértek azzal, amit, amit csinálnak, hiszen jogos a félelmük az orosz elnyomástól, több száz évig orosz elnyomás alatt voltak, és például a Litván, illetve általában a Balti államok kultúrája például csak a népdal körülbelül maradhatott fenn olyan szintű volt az, az orosz elnyomás, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy atomhatalmat ilyen szinten provokálni azért felelőtlenség. Ha már itt a párhuzamokról beszélünk, ugye az is nagyon feltűnő, hogy a második világ, vagy az első világháború után megkötött egyezmények, baráti szerződések, akár ha gondolunk itt a német és a Szovjetunió között kötött ilyen meg nem támadási baráti szerződésre, hogy ezek olyan, mintha a második világháború előtt így semivé fosztottak volna, tehát hogy, hogy, az egyezmények és szerződések be tartása az mennyire volt jellemző, és mennyire kell ma bízni abban, van, hogyha megkötnek egy szerződést, akkor az, az mennyire stabil? A német-szovjet megállapodás az tipikus példa, és a legjobb példája annak, hogy az ideológia mindig csak támogató szerepet játszik. Tehát aki azt mondja, hogy az ideológia bármilyen döntő szerepet játszik a nemzetközi folyamatokban, az, vagy propagandista, vagy saját maga is eliszi ezt. De a valóság nem erről szól. Tehát egyébként a német-orosz együttműködés, a német-szovjet együtt, együttműködés korábbi időre megy vissza. Már a 20-as években a két párja állam, ugye a vesztes Németország és ugye a szinte ezt a Szovjetunió elkezdte az együttműködést különböző területeken, akár a, a szárazföldi hadviselés területén, a harcosi fejlesztésben, akár egyéb területeken. De a, az egész folyamatnak a lényege az egész mondjuk így megállapodás létrejött arra mutat, hogy az érdekek mindig mindent felülírtak. Tehát a, a szerződéseket addig tartják be az államok, amíg érdekükben áll. Tehát amíg a politikai vezetés azt nem látja, hogy ez a szerződés, ez nem ö, szolgálja az érdekeiket. Nagyon érdekes például van egy olyan koncepcióm, hogy Litvánia esetében arról szól az egész karcsörtetés, hogy a NATO oldaláról győződjen meg, hogy a NATO igenis meg akarja védeni őket. Tehát ö, ö, volt egy korábban egy, egy, ilyen wargaming, egy ilyen terepasztalos gyakorlat, ami kiderült, hogy a 2000-es évek elején a frissen belépett balti államokat nem tudná megvédeni a szövetség egy orosz támadás esetén. Ugyanis akkor erők a környék, hogy mire a NATO erők megérkeznek, addig elestek ezek az országok. Tehát ezen a területen a a, a, a balti államoknak a vezetése nyilván azt igyekszik bebiztosítani, hogy a NATO minden körülmények között megvédje. Beszéljünk akkor egy picit a spanyol polgárháborúról is, és a tekintetben, ugye ez is a 30-as évek elején, ugye az első felében robban ki, ez egy belső pucsnak indul, el akarják távolítani a Spanyolország vezetését, kialakul egy polgárháború, ebbe becsatlakoznak aztán nemzetközi csapatok is, tehát a legmegdöbbentőbb helyekről kerülnek oda a harcosok, emberek egyik fél, másik fél oldalán harcolni, és nagy számban. Ugye ez, ez is egy ilyen ideológiai sztűzésnek indul. Igen. Igen, hát gyakorlatilag volt egy, egy baloldali hatalomátvitel Spanyolországban. Ugye ez az ideológiai küzdelmeknek az egyik legnagyobb terepe volt ö, 30 évek Európája, és ez ellen a konzervatív erők szerveznek egy pucsot, amiben lényegében Spanyolországba szállítanak Marokkóból, illetve egyéb közeli helyekről egy jelentős katonai erőt, amely aztán megpróbálja átvenni a, a hatalmat. Zárája meg egyébként, hogy van egy csomó olyan terület ennek a polgárháborúnak, amit nagyon kevesen ismernek, pláne azóta, hogy, hogy hogy a rendszerváltás megtörtént, és ez a téma kikerült a köztudatból. Például a Barcelonába belegép egy körmenetbe. Tehát a, 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 olyan mértékű atrocitásokkal indul már maga a konfliktus 1936-ban, ami akkor a gyűlöletet vált ki mind a két oldalon, hogy, hogy tényleg az utolsó leheletükig harcoltak mind a két oldalon alakulatok, pontosan az ebből fakadó irracionális érzelmekből. És ebbe száll később a Szovjetunió, majd a Olaszország és Németország is. Tehát mindenki a saját maga számára kedvező oldal támogatta, de azért a több alkalommal előkerül ez a párhuzam Ukrajnával kapcsolatban. Két dolgot mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy Spanyolország egy relatív középhatalomnak számított akkor Európában, sőt a leggyengébb országok közé tartozott, egy viszonylag szegény agrárgazdasági ország volt. A másik pedig az, hogy nagyon komoly ideológiai alapjai voltak már magának a konfliktusnak is. Azért jelen esetben ö, Ukrajnában az ideológia mindenképpen máslagos szerepet játszik a geopolitikai érdekekhez képest. És talán még a harmadik szempont, amit szintén nem szabad elhagyni, hogy Spanyolország azért Európa perifériáján fekszik. Ilyen szempontból Ukrajna is, viszont ezek a e, e, spanyol fekvés nem fekszik, Spanyolország nincs közel egyetlen nagyhatalomhoz sem. Tehát az ott bekövetkező helyzet, az igazából nem befolyásolt a döntően Európa állapotát. De az, hogy beavatkoztak külső, tehát külső módon nemzetközi tehát nemzetközi beavatkozások történtek, ez az is eredménye hogy elhúzódott? Ez mindenképpen. A, és egy, tehát, hogy véresebb és elhúzódóbb konfliktusra került sor, illetve úgy is hallott, azt is hallottam, hogy ott próbáltak ki bizonyos fegyvernemeket ezek a nagyhatalmak, úgymond, tehát van ott egy háború, na ez most nyilván nem így gondolkodtak, de pont jó lesz, adunk nekik ilyen vagy olyan fegyvert, kipróbáljuk, hogy működik éles terepen ez sajnos minden helyi háborúnál így van. Tehát azon a területen, vagy azokban a korszakokban, ahol közel egyenlő erők, vagy egyenlő alapok induló erők csapnak össze, ott mindig az új fegyvertípusok kipróbálásra kerülnek. Sokak szerint például Korea az a második világháború, és az új korszak közötti határt jelenti, vagy Vietnám mondjuk a 60-as éveknek az egyik éneklatáns példája. Ez mindig előfordul, és minden egyes fegyvergyártó állam az ilyen lehetőségeket igyekszik a legjobban kihasználni. De úgy gondolom, hogy ez, ez csak egy hazadéka volt annak, hogy mindenki a politikai befolyását igyekezett megerősíteni, és itt egyébként később szemre is hányta többször a frankó tábornoknak, hogy, hogy nem járult hozzá más világháborús erőfeszítésekhez, annak egy jelentős támogatást kapott a, a hatalmának a megszerzésében, amit mindig az állította el, hogy az országa hogy olyan pusztítása ment keresztül három éven keresztül 36 és 39 között tartott a spanyol polgárháború, hogy ez gyakorlatilag a mai napig nem heverte ki, legalábbis a akkorzagi nem heverte ki. Ugye nyilván ez teljesen történelmietlen, és tudom, hogy a történelemmel foglalkozó emberek nem is szeretnek ilyen kérdéseket hallgatni von, sem vagy feltenni. De igen, de ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy ha nem avatkoznak be, és Spanyolországon belül marad ez az egész, és, és hát úgymond lesz, ahogy lesz, tehát maga a spanyol nép kiküzdi magának azt, amit, amit, amit tud, akkor akkor elképzelhető, hogy másképpen alakul, vagy, vagy igazából a II. világháború szempontjából teljesen mindegy volt, hogy mi történik ott. A másik világháború szempontjából teljesen mindegy, tehát uh, igazából azok a feszültségek, azok a folyamatok, azok már korábban elindultak, és azzal, hogy Hitler hatalomra került jelentős támogatással választották meg 30-ban, aztán 33-ban még erre rá is erősített, rá is erősített. Ez, ezeket a folyamatokat nem változtatta volna meg. Spanyolországban hamarabb lett volna egy, egy baloldali irányváltás, tehát a közösségek jelentősebb erőkkel rendelkeztek, a kiinduló pontban, és az olasz, illetve később a német segítség nélkül nem, le, nem tudtak volna győzni a valószínűleg a frankóisták, de ez csak a Spanyolországban szempontjából lett volna meghatározó. A második világháborúban gyakorlatilag a Müncheni konferencia után már, már garantált volt a, folyamat. Tehát Hitler látta, hogy a nagy és Franciaország is olyan szinten igyekszik elkerülni az első világháborúhoz, vagy az első világháborúban elszenvedett veszteségeket, hogy szinte minden követelésébe beleegyeznek. Na akkor beszéljünk a Müncheni konferenciáról is egy kicsit bővebben. Ugye érdekes, hogy Hitler először ugye azt, azt hiszem a szárvidéket, de, de több ilyen apró, nem apró, viszonylag nagy de a saját területéhez képest apró vidéket kezd el elcsatolni ilyen olyan indokokkal. És úgy tűnik, hogy ahogy említette is, a béke miatt azt mondják, hogy jó, hát ha elég lesz ennyi, és nem történik ebből nagyobb baj. Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert a szárvidéknek például az a demilitarizálása, illetve a franciák általi megszállása a német kártétés kikényszerítése miatt egy olyan lépés volt, ami mindenki tudta, hogy nem teljesen jogos. Tehát teljesen német területeket, német nyelvű területeket francia megszállás helyezni büntetésképpen, az egy olyan lépés volt, ami nagyon billegett a lész, hogy erköltség támogatható-e. Tehát gyakorlatilag Hitler az első időszakban olyan érdekekért lépett föl, például a, a az újonnan létre Csehszlovákiába, például a németeket kifejezetten üldözték és igyekeztek elnyomni, ugye mi is tudunk mesélni a Trianon kapcsán. Tehát nagyon hasonló zaklatásnak volt a kitéve a németek, akik a, a, amiből vagy a németekből több millióért akkor, azt hiszem 1,8 millióért Csehország terület én, tehát egy nagyon jelentős problémákra hívta fel a figyelmet. És nagyon érdekes a párhuzam, hogy Putyin is az orosz kisebbséget írt tagadhatatlan zaklatásra, hivatkozásra indította meg ezeket a, e, indította meg a támáború gyakorlatilag. Tehát e, voltak olyan e, Tényleg kezeletlen problémák, amit a Nyugat nem tudott vagy nem akart kezelni. Ugyan beszélnek a magyar kisebbség helyzetéről, de ugyan az orosz kisebbséget is egyébként, ha nem is olyan szinten vagy olyan módon, mint ahogy állítják, tehát nem volt 14 ezer halott, de azért Ugye Szába 2011-ben csak bekergettek több száz orosz egyébként, amire rájuk és utána nem engedték oda tűzoltókat. Jó, hogy ez egy eset volt, és több ilyen nem nagyon történt. De De akkor is egy ilyen is, is szimbolikus erővel bír. Tehát Hitler is azokat a követeléseket hangoztatta folyamatosan, amik valamilyen szinten jogosak voltak. Ennek az eredménye a Müncheni konferencia egyébként, ahol megpróbálták ezeket rendezni, és utólag kijelentett, hogy nem a legjobb megállapodás született, de nem véletlen, hogy az angol, hadim, vagy a, angol miniszterek, amikor hazamegy, akkor meglobogtatta az áradokumentumokat, és azt mondta, hogy garantáltuk Európában a békét 20 évre, hiszen elméletileg a több tehát a Hitler követésének a legtöbbjét, a jogos követeléseit, azokat elfogadták. Utólag azt mondják, hogy ez egy diktátor megbékítésére tett fölösleges lépés volt, de én úgy gondolom, hogy adott szituációban ez egy logikus lépés volt. Az egy másik történet, hogy Hitler ezen vérszemet kapott, és utána olyan követelésekkel állt elő Lengyelország, illetve egyéb területeken, amik már nem voltak azok, de, de van egy szint, amíg hogy mondjam, felelős politikus köteles elkerülni a háborút. És aztán, hogy ez hol a határ, hol húzódik, ezt mindig csak az utókor tudja megmondani. Ugye az első világháború után mondhatjuk azt, hogy picit ilyen instabil volt a, helyzet, a határok kérdése, új határokat húztak, ami nyilván, hogy sokaknak sérelmet okozott. Azért ma egészen más a helyzet. Úgy tűnik, hogy a mostani határokba azért belenyugodtak a nemzetek. Itt Magyarországra gondolunk, itt is elmondhatjuk, hogy elfogadtuk végül is a trianoni döntést, és belenyugodtunk. De, de lát, lát olyat, olyan nemzetet ma, aki viszont élhet ilyen a sérelmei által ilyen víziókkal, hogy ő azért szeretné ezt és azt a területet még megszerezni, vagy Európában? Igen. Mert egyébként a harmadik világban a nagy gyarmatartó nagyhatalmak úgy húzták meg a határakat, hogy szándékos töréseket okozzon. Tehát a, a, például a közelkeletet rendező kairói konferenciában, a 20-as évek, kairói konferencián, a 20-as években, 20 években csörcsén mindent megtett azért, hogy, hogy az angol érdekek maximálisan érvényesülnek, és a helyiek semmilyen szinten. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak ö, a harmadik világban Európában is vannak olyan vonalak, amelyek még mindig kérdésesek. A magyarság kérése az egyik, Nyilván nagyon sok olyan helyzet van, hogy senki nem szeretné háborúval megváltoztatni ezeket a határokat, de azt mindenki szeretné, hogy a honfitársaink megfelelő bánásmódban részesüljenek, amire azért nem sok szándék van például román vagy sok esetben szlovák részről. Alapvetően a nyugati államoknál nem hiszem, hogy gond lenne, tehát a baszk terrorista mozgalmat is sikerült leszerelni, a katalán szeparatizmus egy érdekes történet, hogy mi lesz vele, hogy átmennek erőszakosba. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az erőszak azért általában az utolsó eszköze mindenkinek. Tehát a katalanok békés eszközökkel igyekeznek kivívni a maguk függetlenségét, de mondjuk ha egy gazdasági összeomlás következik be hogy Isten valamilyen szempontból Spanyolországba vagy Európába, akkor lehet, hogy ez egy erőszakos irányultságot kap. Tehát számos olyan terület van azért, például Dél-Tirolban, a német nyelvű lakosság Olaszországban a 70-es években kevésbé ismert módon terrorista eszközökre igyekezett fölhívni a világfigyelmét arra, hogy, hogy milyen szintű elnyomásban van. Igaz, hogy olyan nagyon vigyeztek, hogy személyisérés ne történt, ne halljon meg senki, de postállomásokat, ö, erőműveket, vagy nem erőműveket, hanem távvezetékeket robbantottak föl például. Tehát ez a feszültség azért elő-elő kerülhet egy adott feszült helyzetben. Úgy gondolom, hogy tőlünk Keletre igazából ez a kérdés, tehát ö, ö, például transznisztriai transz Köztársaság és Moldávia területén, Ukrajnában, hogy hol lesznek a határok, azt csak a Jóisten tudja. Tehát azért vannak olyan területek, amik, amik, amiknek kétséges a, a sorsa, és ez egy állandó hivatkozási pont lehet, ami aztán átcsaphat egy katonai konfliktusba. Ott van, hogy a Törökország, Ciprus, Kína, Tajvan. Igen. Ha egy kicsit távolabbra megyünk. Pontosan. Pontosan. Törökország is érdekes például, mert uh, ugye nemrégiben húztak meg egy 20 km-es biztonsági határt Szíriába ami senki nem ismert el, de ettől függetlenül a katonai tény az az, hogy ezt ők meghúzták, meghúzták ezt a vonalat, és ellen is, ellen, ellen is őrzik. Tehát a visszatérve is egy korábbi kérdés a nemzetközi kapcsolatoknak, a nemzetközi szerződésnek mindig az a kérdése, hogy ki az, aki ki tudja kényszeríteni, és ki az, aki be tudja tartatni. Tehát ezért nagyon veszélyes sok szempontból a, a, az egyensúlyra és a nemzetközi rendszer, amit Oroszország csinál, egy atomhatalmat, nagyon nehéz rákényszeríteni arra, hogy az által elfoglalt visszaadja. Tehát amit elfoglalt, az szinte biztos, hogy nála is fog maradni. Tehát azt elmondhatjuk így általánosságban, hogy a határoknak a húzigálása mindenképpen magába foglalja annak a veszélyét, hogy ott egy fegyveres konfliktus kialakul, háború, tehát hogy, hogy most jó, hogy meghúznak egy határt akár itt Ukrajnában, ahogy említette, nem tudjuk, hol lesznek, de aztán a következő években mi történik. Tehát itt ilyenkor a következő években mindig benne van a pakliban az, hogy ezt valaki vissza akarja szerezni, és hogy újabb ilyen konfliktusok alakulnak ki ez két dolgot hogy fűzek hozzá. Az egyik az az, hogy az igazságtalan határok szokott a gond lenni. Tehát azok a határok, amelyek nem követik az ott élőknek az életmódját, a kultúráját, a, a hagyományait. Például a legjobb példa erre a iráni helyzet. Nagyon kevesen tudják, hogy van egy Kaskai nevű nomád közösség, aki se nyelvében, se kultúrában, bár nagyrészt muszlimok, de igazából nem illeszkedik bele az ottani országba. De leginkább a nomád életmódjuk jelenti a problémát, Szemben szóval, a letelepült föld művelő emberekével. Tehát gyakorlatilag ez a fajta, és ugye a, 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 hogy jövjön, valami, a területnek nem teszem most a neve, az a terület gyakorlatilag az átnyúlik Afganisztánba is például. Tehát őket arra rávenni, hogy a, az állatok vonulásával együtt ne vonuljanak át arra a területre, az szinte lehetetlen. És mégis a mesterséges határok megakadályozzák számukra ezeket. Tehát az, hogy egy, vagy például a kurdok eset, akik gyakorlatilag a legnagyobb ö, ö, országnélküli nemzetség vagy nemzet a Földön, az, hogy ők a törzsi vagy egyéb viszonyaikat, baráti, ö, családi kapcsolatokat ne ápolják a határokon átnyúlóan, szinte lehetetlen feladat. Tehát a, a határok kérdése az mindig is annak a kérdése volt, hogy mennyire tudják a helyek és mire akarják a helyek elfogadni. A másik kérdés meg az, hogy ö, nagyon súlyos tévedés az a nyugaton kialakult nézet, hogy a történelnek vége. Tehát a határok azok mindig is változtak, és semmi garancia nincs arra, hogy nem fognak változni. Tehát aki úgy gondolja, hogy valamit sikerül nemzeti kapcsolatba kőbe az mindig az adott politika és leginkább katonai erőviszonyoknak a függvénye. Hogy be is mutattam, ugye, ha történész a háborúknak a történetével foglalkozik, ja. ön mennyire annak a híve, vagy hogy fogalmazzak? Tehát, hogy van egy olyan nézet, hogy volt egy olyan nézet eddig, hogy vége a háborúknak, hogy lejárt ennek a, a hagyományos háborúzásnak az ideje, lejárt. Ha lesz is háború, azt majd a kibertérben, vagy nem tudom, egy másik dimenzióban vívják majd meg. Persze most erre az orosz lépésre rácáfolt, de kell ezen nekünk csodálkozni? Vagy aki azért ismeri a történelmet, kell annyi emberismeretnek lennie, hogy bizony az emberi természetnek valamilyen szinten, akkor is ezt nem szeretjük kimondani része. Igen, ez egy nagyon naív gondolat volt egyébként, hogy a háborúknak vége van. Nagyon sokan, nem sokan, vannak, akik azért például a Marx Károly sátánistának tartják, mert az emberi természet úgy gondolja, hogy meg tudja változtatni. Tehát sajnos az embernek része a, a hódítás, része a konfliktus, része az, hogy a problémákat erőszakkal old meg. Én egyébként hatörténészként pontosan tudom, hogy milyen pusztítása jár a háború, ezért igyekszem pacifista lenni. Sőt, a meggyőződésem pacifista vagyok, de tudom, hogy ez sajnos egy ideális állapot, ami nem következhet be, amíg az ember valamilyen okban nem változik meg. Megváltozhat egyébként de annak azért nagyon sok és nagyon komoly előfeltétele lenne, hiszen számtalan alkalommal sikerült konfliktusokat megoldani, és az erőszakos módszert békés áttenni, de, de, de az a fajta gondolat, hogy a történetnek vége van, amit Fukuyama mondott, és innentől kezdve eljött egy ilyen békés, boldog állapot, ez sajnos egy teljesen hiú ábránd volt, már csak azért is, mert amíg a másik oldalon vannak, és akár is legyen a másik oldal, vannak fegyverek, addig mi is kénytelenek vagyunk fegyvereket tartani, hogy megvédjük magunkat. Tehát ez a része az emberi civilizációnak, az összes civilizációnak, és azok az államok, amelyek elhitték azt, hogy hogy ők békésen tudnak, fegyverek nélkül tudnak élni, azok nagyon hamar meghódításra kerültek. Van egy ilyen mondás, hogy az, aki a saját katonáit nem tartja el, az hamarosan más katonáit fogja eltartani. Tehát azért is az egészséges méretű fegyveres erő kérdésénél felmerülnek a is, hogy mekkora haderőre van szüksége Magyarországnak, ezt nem lehet így megmondani. Nincsenek olyan paraméterek, ami alapján ezt meg lehetne mondani. Ez mindig a környezettől függ. Van, amikor nagyobbra, van, amikor kisebbre. Ö, gyakorlatilag az emberi érdekek, az emberi civilizáció, a sajnos nem változik pozitív irányba, vagy lassabban, mint szeretnénk, de, de előbb-utóbb eljöhet ez az állapot, de nem a mi életünkben, az biztos. Akkor így a végére még egy kérdés hagyd tegyek fel. Ugye beszéltünk arról, hogy Hitlernél mindenki szerette volna a békét, és ezért bizonyos követeléseit elnézték, megengedték, elfogadták. Most megint azt látjuk, nyilván az atomfegyverek jelenléte miatt is, hogy mindenki törekszik arra, hogy ne szélesedjen ki ez a háború, ne eszkalálódjon. Mit gondol, hogy meddig lehet elmenni akár itt Putyinnal kapcsolatban? Putyin meddig nyújthat be akár olyan számlákat, nem akarom Hitlerhez hasonlítani semmiképpen, félreértés essék, csak most ugye ez a konfliktus van itt a jelen helyzetben, hogy a Nyugat meddig megy el, meddig tolja ki, meddig ingerli, meddig fog engedni? Lehet látni a határokat? Én bízom a nyugati vezetőknek a bölcsességében. E, azt szoktam mondani, hogy mint minden egyes nagyhatalomnak és minden egyes atomhatalomnak, Oroszországnak is vannak érdekei. És e, tény az, hogy ez és, és számos érdeket sértett, köztük az ukrán érdekeket is egyébként de Putyin többször egyértelműen elmondta, és a rossz vezetés egyértelműen meghúzta azokat a vörös vonalakat, amiket nem enged átlépni. Nyilván, ha bejelentene mondjuk egy követelést akár Litvánia vagy, vagy egyéb területekre, azt nem szabad elfogadni, hiszen nem szabad engedni neki, de azok a ö, folyamatok, amik ellen ö, föllépett, azok nem most kezdődtek. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon súlyos hiba volt a nyugati vezetés részéről figyelmen kívül hagyni azokat a éleket, amiket adott. Ö, gyakorlatilag a hidegháború vége óta az orosz érdekeket, és most nem arról beszélek, hogy Kelet-Európába visszajöjjenek a szovjetek vagy, vagy oroszok, vagy bármi, hanem, hanem vannak olyan reális érdekei, akár biztonsági, akár gazdasági, amiket ö, illik figyelembe venni, ha egy atomatomról beszélünk. Ez nem történt meg. Bízom abban, hogy előbb-utóbb mindenhol a józanság fog felükerekedni, és nem kerül sor egy olyan eszkalációs folyamatra, aminek az atomháború van a végén. Ehhez azonban mindenkinek nyugodt kalkulációkra és, és hidegfejre lesz szüksége. Az a baj, hogy a háborús propagandában sokszor nem látszik a vezetőknél sem, hogy tisztában lennének a helyzet komolyságával. Most ezt látjuk egyébként, hogy a vezetők nem teljesen vannak ezzel tisztában, vagy az, amit hallunk, háborús propaganda éppen elfedi azt, ami a felszín alatt zajlik. Nem szoktam, mondani, hogy a történet egy búvópatak, és mindig utólag lehet csak megmondani, mi történt, mert Előre nagyon sok olyan jel van, amit amit látunk, ugyan de nem tudjuk kontextusba helyezni. Úgy gondolom, hogy szépen lassan mindenkinek leesik Európában is és az Egyesült Államokban is az, hogy, hogy ez a háború, ez sokkal komolyabb hatásokkal jár, mint amit gondoltak, és gondolni szerettek volna. És nagyon bízom abban, hogy a, a fölösleges vérontást el lehet kerülni azzal, amikor a, ez a felismerés mindenkiben meggyökerezik. Egy dolgot mindenképpen figyelme kell venni, az orosz vezetés ezt a háborút nem veszíteti el. Az ugyanis a, a hatalmának a megingásához vezetne. Ebből kifolyólag mindent meg fog tenni azért, hogy nyerjenek, akár atomfegyverek bevetésével is. Most nyilván nem ö, ö, hadászati fegyverekről beszélek, taktikai, tehát harcászati vagy hadműveleti csapást mérnének tömegpusztító fegyverrel, de benne van a pakliba. Ö, úgy gondolom, hogy Ukrajnának is az érdeke az, hogy a Érde, tehát amíg a reális esély van a győzelemre vagy jó felvételek kivívására, addig harcolnak, de előbb vagy utóbb, ahogy az 56-as magyar felekök is belátták azt, hogy egy ekkora túlörvel szemben nem lehet harcolni, előbb-utóbb ők is belátják azt, hogy van egy szint, amint túl nem érdemes kockáztatni az ukrán nemzetnek a további élését, vagy a tovább fennmaradását. De az, hogy az ukránok mikor fogják ezt így gondolni, vagy így látni, hogy nincs tovább értelme, vagy most már reménytelen, az attól is függ, hogy milyen támogatásokat kapnak. Pontosan, pontosan. És erre mondom azt, hogy a nyugati vezetnek jelentős szerepe van abban, hogy előbb-utóbb megértessék az ukrán vezetéssel azt, hogy ha már elmulasztottak, és ezt ki kell mondani, a nyugati vezetés, most itt beszéltünk a NATO-ról, az EU-ról, igazából mindegy, nem adott Ukrajnának olyan garanciákat, ami garantálta volna azt, hogy sikeret tudnak szembeszállni Oroszországgal. Tehát abban az esetben, a kapjuk garanciát, hogy bármilyen támadás éri azzal a NATO és vagy az EU teljes, teljes súlyával feláll mellette, ez elrettentette volna Putyint a támadástól. Viszont ez nem történt meg, ebből azt a következés vonta le, hogy Ukrajna szabad préda, és innentől ez a nyugat felelőssége óriási. Mert vagy megadta volna a támogatást, most ezekkel a csepegtetett fegyverszállításokkal az ukrán okoz igazából szenvedést, pusztul az ukrán gazdaság, a világgazdaság Afrikában éhezés veszélye fenyeget, és gyakorlatilag a céljukat egyértelműen nem értékel és hogy minél tovább tart ez a háború, annál nagyobb veszteségeket szenved el Ukrajna, tehát itt mindenképpen az elsődleges áldozat, ti bárhány úgymond Ukrajna lesz, hiszen pusztulnak az emberek, az infrastruktúra, minden. Egyértelműen, egyértelműen. Az a gond, és számomra megdöbbent, hogy egyértelműen kikerült ez a rendkívül cinikus hozzáállás, hogy, hogy Oroszországot mindenképpen meg kell gyengítenünk és hogy a fő cél az, hogy Oroszország gyengüljön. Az, hogy ez be Ukrajna milyen veszeségeket szenved el, ez igazából elő sem kerül. Mindig el szoktam mondani példaként, mert nagyon jó példa Pongrácz Gergely, aki egy elkötelezett antikommunista volt egyébként, de amikor 56. november 4-én megindult az orosz támadás, vagy szovjet támadás Budapest ellen, és nem csak tüzérségi, hanem légitámadás is érte a korvin közt, érdemes végigmenni az úton látni a pusztítás a mai napig a modern háza képébe, akkor fölmét, hogy ezzel a túlerővel szemben nincs esélyük nyerni, és inkább azt mondta, hogy emigrációba megy, és föntartja az a, a, a küzdelmnek a szellemét, mert igazából a lényeg az az, hogy a nemzet fönnmaradjon, vagy az állam nem, az állam nem is feltétlenül, de a nemzet, a társadalom fönnmaradjon, és utána egyetlen egy megszállás sem tart örökké. Tehát gyakorlatilag ö, van az a pont, ami után felelős vezetőnek azt kell mondani, hogy ennek már nincs értelme. Vajon milyen Ukrajna fog maradni, ugye ezután mondta, hogy nem lehet tudni még nyilván, hogy hol lesznek ezek a határok, de egy ilyen háború után, egy ilyen seb vagy sérelem után milyen Ukrajnára számíthatunk, hogy itt a szomszédunk van? Az ukrán nemzet létrejötte, az ukrán nemzet tudat kialakulása, az most zajlik a szemünk láttára megint egy visszatérő momentum, hogy 20 évvel ezelőtt a Kijevi polgármestert nem Volodymyr Klitschkónak, hanem Vladimir Klitschkónak hívták. Tehát az egész ukrán népnek a létrejötte, az gyakorlatilag a szemünk látára történik, meg ennek az záróaktus -e ez a háború nyilván óriási sérelmeket, óriási veszteségeket fog okozni a számukra ez a, ez a háború, és nem csak fizikai, hanem lelkisíkon is nagyon komoly töréseket okoz, de azért azt vegyük figyelembe például, hogy Krím sose volt Ukrána része gyakorlatilag 20 évet, 20 évtől eltekintve, tehát a rendszerváltás óta, vagy a szovjetunió összeoldomása el, tehát 30 év, bocsát, 30 évben volt, csak egyébként orosz terület volt. Tehát az Ukrán gyakorlatilag nemzetudatot most formálják, és akkor tenni Véleményem szerint is, ez nyilván egy külső vélemény, csak ukrajna, az ukrán értelmiség, az ukrán véleményformák maguknak a legjobbat, ha valóban az ukrán területekre koncentrálnak. Azok a területeken most a harcok zajlanak, ott ukrán állampolgárok vannak, de orosz etnikumus, orosz nyelvű lakosság. Tehát azt a területet gyakorlatilag szinte teljesen elvesztették lehet ugyanaz a nagy Ukrajnáról ö, álmodozni, ugyanúgy egy nagy Magyarország is lehet egyébként, zárja bejegyzem, meg nagy Magyarország része volt Horvátország is, ami teljesen független állam volt, ö, csak a király személye volt közös. Tehát lehet ö, Ukrajnának a, a korábbi határairól ö, gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy a valóban ukrán területeknek a, a megőrzés és megtartása lehetne egy reális cél, de hát ez csak kívülről okoskodás. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és mindezt elmondta, Kuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, hat történész volt itt a Hitrádió stúdiójában. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.